vajdasági sportfejlesztésekről beszélgetek Kormányos Lászlóval, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi parlamenti képviselőjelöltjével. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban. Beszéljünk talán először arról, hogy a vajdasági emberek életében milyen szerepet tölt be a sport. Ön hogyan látja? Mindenféleképpen megtisztelő számomra, hogy én beszélhetek erről. Olyan személy, aki nem járta meg az élsport, úgyhogy hát inkább a szabadidő és a versenysport szférában dolgoztam talán legtöbbet, és inkább a neveltjeim az Csókai Asztalytenisz Klub keretén belül ízlelték meg az élsportnak a mindennapjait. Tudni kell azt, hogy eljutni az egyszerű sportágból egész egy olimpiai szereplésig, milyen hosszú és üreges út van, és mennyi nehézség van azon az úton. Természetesen itt a szakmai kihívás és egyéb más szükséges feltételeknek kell eleget tenni. Vannak most vajdasági magyar élsportolók? Tudunk néhány nevet említeni akár? Hát a titkárságon belül évről évre kimondottan komoly figyelmet fordítunk a fiatal tehetséges edzők és sportolók ösztöndíj programjára. Az idén is több mint 20 millió dinárt fordítottunk e célra, és természetesen ahhoz, hogy a szakma megállja helyét, tavaly vezettünk be egy olyan programot, hogy vajdaság szerte minden községbe a sportegyesületek létszámától és a lakosság létszámától függően több mint 200 fiatal tehetséges edzőt 40-valány sportágban képeztünk ki. Melyek azok a sportágak, ahol most jól teljesítünk? Hát a labdasportágak elsősorban, ami vonzó. Természetesen, amikor a magyar sportág, a magyar kisebbségi részvétel a Tisza mentén érezhetően jelentős, tehát magyar kanizsától egész felég, ugye Óbecsi keresztül, Temerén keresztül egész Újvidékig, és természetesen a vízi sportok, kajakkenu, amit mindenféleképp említenék, a birkozás ugye az nélkülözhetetlen, az asztalitenisz úgy szintén, tehát ezek azok a sportágak, és ugye a céllövészet is olyan hát nem azt mondom, különleges, nem mindenki számára elérhető sportágokban a magyarság, valahol a magyar emberek vagy a fiatalok megtalálják a helyüket. Ugye a tartományi kormányban, az ifjúsági és sporttitkárságban tevékenykedik. Az elmúlt időszakban milyen beruházásokat sikerült megvalósítani a magyar laktanyakormányzatokban? Hát mindenféleképpen szeretném kiemelni a magyar kanizsán, ugye amikor a magyar kormánynak köszönhetően megépült a Vajdasági Birkoz Akadémia, és annak a külsejét, a külső infrastruktúráját pedig a tartományi kormány tartalék eszközeiből, külön eszközeiből lettek megépítve. Itt szeretném megemlíteni, hogy Pásztor István elnöknek köszönhetően egy olyan háttérrel rendelkeztünk mindannyian, amikor a nagyobb dolgok intézését azért az elnök az kiválóan intézkedett, hogy tudta intézni a dolgokat, és ezek azok a pillanatok, hogy azt az űrt, ami következik, és valami formában szükségszerűen érezzük, hogy fel kell tölteni. A kapcsolatépítés az már megtörtént, egy huzamosabb ideig a sporttitkárság keretén belül nem volt magyar képviselete, és amikor a Tiszamenti Sportegyesületek, a sportszövetségekkel felvettem a kapcsolatot, és természetesen később az szerteágazóan a Vajdaság területén teljes mértékben, úgyhogy bármelyik egyesület meg tudott keresni bármelyik pontban, vagy pillanatban, úgyhogy rendelkezésre állok, és álltam is eddig is. Például a Birkóz Akadémiára a tartományi eszközökből mennyi pénz lett elköltve? Hát a tudomásom szerint több mint 40 millió dinár, tehát az nem kevés összeg. Tehát azt mondhatjuk, hogy 10%-a, több mint úgy gondolom, hogy 3,5 millió eurós beruházás volt, és tudni kell azt, hogy 50 férőhelyes, bentlakásos, ideális környezetben, többségében magyar nyelvezetű fiatalok kaptak helyet, természetesen nem kizárólagosan csak magyarok, mert szükség van az itt élő térségből a más nemzetnek is a jelenlétre, és a sportban nem lehet megkülönböztetni, és nem is jó. Tehát, hogyha egység van, tehát szükség van a különbségre, a mentalitásba, a hozzáállásba, és ez talán a legjobb példája
a Futballakadémia, ugye a TSC után, ami megépült a Birkoza Akadémia, és reméljük, ha lesz folytatása, a kézilabdát nem szeretném elfelejteni, a dán ugye hihetetlen erős a férfi és a női, ugye a Halász József és a Pletex, ugye férfi kézilabda csapata kiválóan szerepel, és természetesen a vitorlázók is, és a vízi sportok, és a nem utolsó sorban az asztali tenisz is jelentősen, vagy fejlődés előtt áll. Miért fontosak ezek a beruházások az utánpótlás nevelés szempontjából? Akár például, hogy van egy felújított birkózó akadémia Magyar-Kanizsán. Hát mindenféleképp követni kell a föltételek biztosítását szakmailag, tehát olyan eszközökkel kell módszertanilag képezni a fiataloknak azt a lehetőséget, mint egy nyugati országban. Szinte komoly szintű fejlődés ez az élsport iránt, és mindazok az alközpontok, amik megnyíltak a Birkoza Akadémia környékén is, tehát az a magyar lakta területeken, ha jól tudom, az utolsó, úgy gondolom, tehát a Martaloson keresztül Kishegyes, Bács-Fekete-egy, és ha jól tudom, Magyar Csernye, és vannak még tervek, hogy ez csak gyarapodni fog, és ez bizonyítja azt, hogy mennyire szükség van, ha valamit extra minőségben, szakmailag is, szerkezetében is, módszertanilag is van, stratégiailag is kivitelezve. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a testnevelés az oktatási intézményekben is. A Vajdaság területén mely iskolák tornatermét sikerült felújítani? Tehát elsősorban a Tiszamentére gondolok, tehát ami számomra kimondottan fontos volt, az az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskolának a két sportpálya lett teljes mértékben felújítva, úgy jövünk vissza Topolyán is, a Csákila és általános iskolában, inkább az iskola és egyetemi sport területén, így mondjam, a feltételek biztosítása, tehát hosszú éveken át, túl régen épültek meg ezek a sportpályák, sportobjektumok, és természetesen a titkárság odafigyel az, hogy nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is megépítse a szabadidős sport lehetőségeit, a nyitott sportpályáknak a mind több megépítését, és természetesen tehát nem csak Topolyán, Szabadkán, Kishegyesen, és azok az, így mondjam, még Pacséron is épült az iskola keretén belül egy nagyon-nagyon helyes kosárlabdapályának az alapja, lett teljesen kicserélve, egyik a legmodernabb, tehát nem az aszfalt, nem az a műanyag, teljesen egy új anyag, ilyen, mint a légókockák úgy vannak összerakva számomra, és egy érdekes, de állítólag ez egy európai trend, tehát a modern kornak, a modern feltételeinek eleget próbálom tenni. Miért fontos a Vajdasági Magyar Szövetségnek, hogy támogassa a sportfejlesztéseket? Hát egy szóval azt mondanám, hogy volt egy időszak, amikor nem volt képviselete, nem volt a magyarságnak képviselete a titkárság keretén belül, és hát azóta, mióta van, azóta többszeresen odafigyelünk a kisebbségek, elsősorban a magyarság, a legnépesebb kisebbség, és így mondjam, az ő igényeit kielégítő programok, vagy most nem csak a tornatermek, nem csak az eszközbeszerzés, hanem a sportobjektumok megépítése és annak a karbantartására. Számos példát sorolhatnák, de biztos az időszűkessége miatt nem tudok erre kitérni, de azt jelenti, hogy 3,5 évvel ezelőtt, amikor a titkárságban először betoppantam, egyedüli magyarként, természetesen egy kiváló segítőm volt Binder Aranka olimpikon személyében, aki magyarként, de ugye ő mindenféleképp az élsportból jött, és nagyon sokat segített abban, hogy ez közösen, így módon ketten vigyük ennek a, így mondjam, a magyarságnak a sorsát, és a magyar sportolóknak is, vagy a sportolók is egyensúlyban kerüljenek az itteni finanszírozásba. Beszéljünk még röviden a tervekről is, ugye jön a VMS tartományi jelöltje. A jövőben milyen további sportfejlesztések valósulhatnak meg, ha lesz magyar érdekképviselet a tartományban? Mindenféleképp szeretnénk folytatni a sport infrastruktúra fejlesztését elsősorban. Ahogy említettem az előbb, a kezdő lépés az volt, hogy mindössze 10-12 pályázat, nyertes pályázó volt azokban az egyesületekben, ahol magyar gyermekek is sportolnak, elsősorban versenysport, és az élsporttól is találkoznak már.
de sokkal fontosabb számunkra, hogy stratégiailag először feltételeket biztosítsunk, később azt programokkal és tartalommal megtöltsük, és természetesen nem szeretném kihagyni Világos Adriennek azt a csodálatos menetelését az első naptól kezdve, amikor megismertem, és azóta a Vajdaság ugye a titkársának az ösztöndíjasa és külön ösztöndíjas az Olimpiai Bizottságon keresztül is, szinte Vajdaság talán a legnagyobb reménysége a következő Párizs olimpián. Kormányos Ászlónak köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.